A Sulu TV adását látjátok. Köszöntjük kedves nézőinket! A március 15-i ünnepélyünket az 5. C-osztály tanulóinak és Ildi néninek köszönhetjük. Reméljük mindenkinek tetszett a műsor. Fogarasi Zoltán tanár úr hétfőtől dolgozik iskolánkban. Őt szeretnénk most bemutatni. Szeretettel üdvözöljük iskolánkban. Mondjon valamit magáról. Én sok szeretettel üdvözlök mindenkit az iskolában. Fogarasi Zoltánnak hívnak. Kémia-fizika szakon végeztem. A Bálint Márton általános iskola és gimnáziumból érkeztem, ahol csak kémiát tanítok. Milyen tantárgyat tanít? Mint mondtam, kémiát és fizikát tanítok a Széchenyiben. Hol végzett? Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémia-fizika szakán végeztem. Hát elég hosszú pályafutásom alatt főleg fizikát tanítottam, most viszont nagyon örülök annak, hogy mind a két tantárgyat taníthatom. Érden lakik? Igen, Érden lakom 12 éve, 1997-ben költöztünk ki Budapestről Érdre. Van gyereke? Igen. 4 gyereket nevelek, 3 fiút és 1 kislányt, aki még óvodás. Mi a hobbija? Hobbim a hosszú távfutás, akár 15, 20, 25, illetve 42 kilométer. Néhány maratonit is sikerült 10 évvel ezelőtt lefutnom. Köszönöm a riportot! Március 15-én vasárnap ismét fáklyás felvonulásra várunk minden tanulót és szülőt. A gyülekező 6 órakor lesz az udvaron. Rövid megnyitó után az érligeti 48-as emlékműig sétálunk el, ahol minden osztály elhelyezi virágait. Mivel a fáklyás felvonulásra mindig érkeznek vendégek is, ezen a héten mindenkinek ki kell takarítani a saját területét az iskola udvaron. Annak ellenére, hogy össze szép rendet tettünk, akad ismét takarítani való. Látod, hogy milyen szép felettünk az ég? Nem hittem volna akkor, hogy ennyit ér. Kezemből virágot kezedbe képzelek. De hittem, mégse bánom, hogy mondom neked. Nem tudom, hogy van ez, de neked könnyű lehet. Nem tudom, hogy van ez, hogy csak én veszíthetek. Neked könnyű lehet, de az neked se rossz. Arra gondolok, amire akarok. Neked könnyű lehet, de az neked se rossz. Arra gondolok, amire akarok. Hetedikén kedden ismét Széchenyi futás lesz. Már hirtattunk arról, hogy német Lilla bejutott az angol nyelvi verseny országos döntőjébe. Írásbeli és szóbeli feladat is volt? Nem, csak a városi versenyen volt szóbeli, itt csak írásbeli volt. Nehezek voltak a feladatok? Volt köztük egy-két nehéz, de inkább az volt a baj, hogy nagyon sok volt. Mikor lesz az országos verseny? Azt még nem lehet tudni, majd levélben értesítenek. Lámpalázas típus vagy? Hát egy kicsit, igen. Úgy hallottam, egy rajzversenyen is dobogóra kerültél. Igen, második lettem egy beküldős pályázaton.
Tegnap a Nyelvünkben élünk versenyen képviselted az iskolát. Hogy sikerült? Nem csak én voltam, volt még egy lány, Szabó Lili, ő 10. lett, én pedig 5. Sok sikert kívánunk neked a továbbiakban is! A felsős Ki mit tud időpontja különböző okok miatt megváltozott. Nem 17-én, hanem 24-én tartjuk. Nincs neve iskolán kosárlabda csapatának. Szeretnénk találó nevet adni neki. Ha van jó ötleted, jeligével ellátva dobd be a gyűjtőládába a tesi szertárban. Az iskola magyar tanárai fogják elbírálni a beérkezett javaslatokat. Reméljük, hogy születik valami jellemző, viselhető név. Hétfőn lánykosárlabda csapatunk a területi diákolimpiai tornán a Diósdi és a Körösi lányok mögött a 3. helyen végzett. A csapatot Nagy Kriszti néni készítette fel. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. Ebben az évben is szerveztünk alsó és felső tagzatosok számára nyári sport és szabadidős tábort Tatabányán. Időpontja június 28-tól július 3-ig, vasárnaptól péntekig. Választható foglalkozások kosárlabda, foci, asztali tenisz. A hatnapos táborozás 27.000 forintba kerül. Ez az összeg tartalmazza a szállás, napi háromszori étkezés, utazás, a foglalkozások és a programok költségeit. Jelentkezni lehet 10.000 forint befizetésével március 31-ig. Ezután havonta lehet törleszteni a tábordíját. Jelentkezés Falucskai Ágnénél.